Üdvözöllek benneteket. Megkaptam ezt a hálás, vagy nem túl hálás feladatot, hogy én tartsak nektek egy előszót. És ennek az volt az apropója, hogy Koan interjú közben én azt se tudtam, hogy fiú vagyok-e, vagy lány. És így körülbelül ezt érzem, hogy fogalmam nincs, hogy merre, hány méter, hogy ki vagyok, meg ki voltam, vagy ki leszek. És ez adta az apropót Szunimnak, hogy akkor most én beszéljek hozzátok. De ki az az én, ugye, ez főleg ebben a lelki állapotban, ezt igazán nem tudom prezentálni. Tehát az vagyok én, amit itt most látsz, aki próbál valamit kicsiholni ebből a helyzetből. És hát nagyon sok minden fut rajtam át, miközben itt ülök, és látszólag mozdulatlanul igyekszem ülni. De közben valami hihetetlen utazás megy végbe a fejemben, és azt érzem, hogy soha ennyit nem mozdultam még, mint amennyit itt mozdulatlanul utazom belül. Néha teljesen kiürül minden, és akkor hirtelen elcsattan a csukpi, és nagyon rövidnek tűnt az idő. Aztán van, amikor megy a mozi, rengeteg gondolat folyik át rajtam, rengeteg érzés és kínlódás végigülni azt a 40 percet, vagy az 50-et, vagy éppen az, amennyi adott. Ma ennél a meditációnál arra gondoltam, hogy mekkora, milyen jó dolog, amikor csak így bámulok bele a szemhéjamba, és nyugalom van bennem. Egy jó érzésű nyugalom, amelyben nincs mozdulatlanság van. Mozdulatlanság van a testemben, mozdulatlanság van a fejemben. Igazából csak észreveszem, hogy mennyi madár van itt a környezetben. Eszméletlen koncert tegnap este is, amikor elkezdtük a meditációt. Volt itt egy madár, amit így, nem is tudom, hosszú időkig hallgattam. És aztán néha ez is megszűnik, és akkor csak ülök. És hálás vagyok annak, hogy ezt így megélhettem. Ez egy jó tapasztalat számomra. Úgy érzem, hogy ahogy belül történnek ezek a dolgok, néha furcsa gondolatok jönnek elő, és úgy érzem, hogy nekem kezdetben a sötétség volt. Ma ez jött fel. És ebből született a fény. De aztán, ha a fény kihúny, akkor megint átveszi a sötétség a terepet, minden sötétségbe borul. De egyáltalán volt ennek kezdete, vagy csak ez egy ciklikusság? Ugyanez van a csenddel. Ugye a bölcsesség után jön a csend, amiben lehet, hogy még több van, mint magában a bölcsességben. És a csendből született a hang. A hang, valamelyféle rezgés. Aztán, amikor elhalkul a hang, vagy elhal, ha úgy tetszik, akkor megint beáll a csend. És ugyanezt éreztem a mozgással is. Mozdulatlanságból született a mozgás. Mozdulatlanságból lett feszültség. Persze lehet, hogy a mozdulatlanság egy merevség volt, amiben a feszültség állandósult. Vagy az is lehet, hogy az ernyedtség állandósult a mozdulatlanságban. De a mozgás az feszültség és ernyedtség váltakozása. Remélhetőleg harmonikus váltakozása. Ha minden elernyedt,
akkor nincs mozgás. Ha minden csak feszül, ugyancsak nincs mozgás. Az a jó, hogyha váltakozik. Mi is egy feszültség mátrix vagyunk, jut eszembe. Az egész testünk, az egész létünk egy feszültségmátrix, amelyben ritmikusan ernyednek és feszülnek elemek. És akkor érezzük jól magunkat, amikor ennek van egy harmóniája, amikor ez egyensúlyban van. De hát ez legfeljebb tartós, de nem állandó. Jut eszembe ez is ilyenkor, ezekben a gondolatláncolatokban. És akkor mindig visszaérkezem Sunimhoz, hogy mi az, ami mindezt figyeli? És hogy amikor az is eszembe jut, hogy a halálnál is ez van. Beáll egy merevség, nem mozdul semmi, aztán beáll egy ernyedtség, ami aztán annyira elernyed, hogy minden kötés, kohézió, megszakadás eloszlik a dolog. Ekkor is ott van az a tudat, ami állandó, és akkor is fog figyelni. Érdekes az is, hogyha meghaltunk, az állkapocs ízület bomlik el először. Vajon miért? Kérdések. Kérdések, kérdések után. Mindig azt érzem, hogy ha valamit éppen megtudtam, akkor jön egy következő kérdés, ami kioltja azt, hogy én azt már tudom. Azért is mondtam Sunimnak, hogy fogalmam sincs, hogy ki vagyok, mert az eltelt napokban nagyon meg kellett küzdenem önnön magammal. Szültem. Szültem a szó szoros értelmében. Akik ismernek itt, azok tudják, hogy írok verseket magamnak. Illetve most már nem magamnak, mert felbuzdítottak, hogy ezt tegyem közzé. És az egy óriási szülés, amikor az ember kipakolja magát egy versbe, és ezt utána közzé teszi. És odaáll, ott áll pőrén, hogyha ezt valaki megnézi és elolvassa, akkor természetesen ott van benne a félelem, hogy na hát majd kap egy jó kis kommentet rá, hogy hát ezt nem kellett volna. Meg hogy ez így nem jó. Meg hogy miért. Szóval ezzel megküzdeni, ez felér egy szüléssel. És azt hiszem, hogy ez is közrejátszik abban, hogy éppen tényleg fogalmam sincs arra, hogy ki vagyok. Összeírtam egy csomó dolgot, fölpakoltam egy weboldalra, kísérletezem, és most tényleg én vagyok, aki mindazt megírta? Vagy az csak az, aki figyel engem, és megíratja velem? Nem tudom.
megint úrrá lesz rajtam az, hogy nézek egy pontot, és legszívesebben ott maradok a pontnál, és figyelem azt, hogy mi történik a környezetben, és nem gondolok semmire.